Ugyanúgy, mint bármikor, amikor a stúdióban vagyok, ötleteztem, kitaláltam egy énekdalamot. Amikor hallgattam, észrevettem, hogy a hangulat egy olyan dologról szólna, amit egyik barátommal történt a gyerekkorában, és ez a családon belül erről szak, hogy megírtam a dalt róla. Szerinted ki volt még az ebbe a versenybe most, aki nagyon esélyes volt, és nagyon féltél tőle, vagy esetleg ellenfelednek tekintetted? Hát igazán olyan sok barát van most itt a versenyben, hogy nem is éreztem, mintha versenyezünk, mert egymás dalukat énekeljük a folyosóban, úgyhogy nem olyan, mint egy verseny. De hát nem féltem senkitől, csak koncentráltam a saját produkciómon. Mennyire tudtál most erre a produkcióra felkészülni? Hát mi már két hete próbálunk folyamatosan a színpadon, meg most először ezen a heten voltunk kétszer. De én most már csak a következő hétre gondolkozok, és majd visszanézem a mai produkciómat, és megnézem, hogy mit tudok jobban csinálni. Szoktál izgulni? Igen. Szerintem mindenki izgul valamikor, de ma inkább jól éreztem magamat a színpadon. Nem, igazán nem izgultam annyira, de az a jó izgulás, az bennem volt.